Csóljon. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt miniszter úr, már az elején szeretném leszögezni, hogy a kérdésre adott válaszával, hát nagyobb rész tisztában vagyok, hogy a kormány nem a segélyezésben hisz, hanem a munkahelyteremtésben. És még ezt előre is tudnám fogadni, ha ennek legalább a részeredményei látszanának, de nem látszanak. Nem látjuk, hogy milyen, hogy, mint ahogy az sem, hogy milyen támogatást ad a kormány annak a több százezer honfitársunknak, akik elvesztették az állásukat. Szeretném emlékeztetni miniszter urat, hogy a munkanélküli segély az 3 hónap. Gyakorlatilag a vészhelyzet 3 hónapja tart. És jelen pillanatban nincsenek itt azok a munkahelyteremtő beruházások, amit önök ígérnek. Mi lesz ezzel a több százezer emberrel? Egészen felháborító és visszataszító, ahogy a kormány lemondott több százezer emberről, és most két választásuk van, mehetnek közmunkára, vagy mehetnek a Németh Szilárd által vezényelt toborzóirodákhoz. Azt gondolom, hogy ez méltatlan, hazánkkal szembe, méltatlan a munkájukat elvesztő honfitársainkkal szembe, és legyünk őszinték, hogy Európa leggyengébb kurzarbeitja az hát nem nyújt számukra egyáltalán megoldást. Lehet látni az adatokat napról napra, tömegesen nő a munkanélküliek száma, és semmilyen érdemi segítséget nem kaptak sem a mikrovállalkozások, sem az egyéni vállalkozók, sem a munkájukat elvesztő munkavállalók. Tisztelt miniszter úr, a hadseregi toborzás és a közmunka biztosan nem lesz elég. Mikor kezdenek el végre dolgozni a több százezer honfitársunk érdekében, akik elvesztették a munkájukat? Várom meg tisztelő válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr. Képviselő úr kérdésére a válasz, Palkovics László miniszter úr adja meg, parancsoljon miniszter úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselő úr. Kénytelen leszek azokat elismételni, amik néhányszor elhangzottak, úgyhogy ha följegyzetelné, akkor szerintem következő alkalommal ezt nem kell megkérdezni. Ki nem látható kormány számára, mindenki látható kormány számára, csak abból veszem észre, hogy hetente rendszeresen a munkaadók, a munkavállalók, a szakszervezetek képviselőivel rendszeres videokonferenciákat tartunk, hogy átbeszéljük a pillanatnyi gazdasági helyzetet, a munkanélküliség helyzetét, a munkahely teremtés helyzetét és ennek az anyagi részét. És ha kell, akkor módosítani, mondani néhány számot csak azért, hogy itt ez a kérdés még egyszer nem örüljön föl. Körülbelül 97 ezer ember kap álláskeresési járadékot, ez a 3 hónapos munkanélküli segély. 70.278 ember kap foglalkoztatás helyettesítő támogatást. Ezt nem szeretjük, őket szeretnénk a munkaerőpiac más részein megjeleníteni. A ön által Európa leggyengébb kurzarbeitjának, hát én nem tudom, hogy mennyire ismerem a kurzarbeit struktúráját, azt csak azért nem gondolom, hogy gyenge lenne, mert 2008-ban nem volt ilyen, és amit most létrehoztunk, ez nagyjából olyan, mint a német, és azért sem gondolom egyébként, hogy ez gyenge lenne, hogy jelen pillanatban hát 9.047 cég jelentkezett, ezek jelentős része egyébként 5.298, ez mikrovállalkozás, tehát pontosan az a fajta vállalkozás, ami önnek is van, és ennek a működése azt hiszem, hogy érti. Én azt hiszem, hogy ha ennyi vállalkozás bízik ebben, akkor ez nem lehet egy értéktelen dolog. Egyébként 110 ezer ember vesz ebben részt. A kutatókra kapcsolatos több mint 10 ezer főt támogatunk. A versenyképesség növelő beruházási pályázatok jelen pillanatban 79.858 embernek óvták meg a munkahelyét, és egyébként pedig a katakötelezettség, ami már először is megtörtént, ez is 151 ezer emberre vonatkozik. Tehát én azt gondolom, hogy ezek nagyon jó számok. Most jelentettünk be múlt hét elején egy 70 ezer ember számára vonatkozó 80 milliárd forintos új munkahelyteremtési támogatást, ez nem a közfoglalkoztatás, ez egy egészen másik fajta támogatás. Én azt gondolom, hogy ezek azt mutatják, hogy a kormány foglalkozik mindenkivel, de csak azért, hogy néhány olyan dolgot is mondjak, hogy nem csak a klasszikus eszközöket használjuk, a diákoknak, akik most nem tudnak egyetemre járni, mert otthonról tanulnak, létrehoztunk egy diákhitel plusz konstrukciót, erre több mint 10 000 jelentkeztek, hogy az életüket tudják ebből finanszírozni, természetesen kamatmentes hitelből, illetve egy olyan tanfolyamot, ez aztán majd folytatódni fog, ami hiánypótló, 61.886 ember jelentkezett arra a digitális képzésre, ami egyébként rögtönben is fejezem, köszönöm, ami egyébként én azt gondolom, hogy nem csak hogy feladatot ad, hanem munkahelyet is. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr. Egy perces viszontválaszra Csárdi Antal képviselő úré a szó. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen a szót. Hát
A helyzet az, hogy a válaszából is egyértelműen látszik, hogy nem tudott arra érdemi választ adni, és remélem, hogy a viszont válaszában erre sort kerít, hogy március 11-e óta van kihirdetve a vészhelyzet. Jelen pillanatban ma, május 25-en a 5. tapját napja van, és én azt gondolom, hogy ebből is egyértelműen látszik, hogy két hét múlva letelik az a három hónap, amire miniszterelnök úr és amire a kormány több tagja is hivatkozott a munkanélküli segély kapcsán. Szeretném megkérdezni, hogy azok a százezrek, akik vendéglátásban, turizmusban, kereskedelemben, szolgáltatóiparban elvesztették az állásukat, elmentek munkanélküli segélyre, és a jövő héten két hét múlva lejár a munkanélküli támogatásuk, kihez és hova tudnak fordulni érdemben? Létezik-e az a támogatási forma, ami az egyébként ma még meg nem jelenő munkahelyektől függetlenül támogatást nyújt az ő mindennapi megélhetésük szempontjából, mert hogy azért pontosan látni kell, ezek az emberek önhibájukon kívül vannak abban a helyzetben, és joggal várnák el a kormánytól, hogy érdemi segítséget kapjanak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr! Egy perces viszont válasz illeti meg miniszter urat is, parancsoljon. És a két percet nem tudom újra egy perc alatt elismételni, hogy nem is kezdenék bele. Én azt gondolom, hogy képviselő szorgalmasan jegyzetet, nézze meg újra jegyzeteit. Kiváló weboldalaink vannak, ahol egyébként ezek az emberek napi rendszerességgel nagy számban jelennek meg. De csak azért, hogy egy arányt próbáljunk itt érzékeltetni, akik naponta megjelennek a foglalkoztatási hivatalnál és jelentkeznek, ezeknek a szám az alacsonyabb, mint amennyi munka egyébként teremtődik. Én azt gondolom, hogy ez egy jó szám. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés, Szabó Tíme a frakció.